Na, úgy néz ki, hogy minden működik. Sziasztok, srácok! 2023 első ilyen komolyabb motovlog. Épp készülök ide a Kis-Kárpátok tetejéhez közel. Itt van egy tó. Az lesz a mai célállomás. Ez a tó amúgy Trösztyín mellett található. Elértök Trösztyínbe, utána pedig bejöttök a Kis-Kárpátokba, és lényegében a Kis-Kárpátok belsejében található maga a tavacska. Nagyon tavacskának nem is nevezném, mert egész nagy. Talán kétszer már voltam itt, most ez második vagy a harmadik alkalom, nem tudom most pontosan, de gondoltam, csinálok róla egy jó kis videót, hogy is néz ki a hely. Az a kis csendes terület az egész, el lehet jönni családdal, barátokkal, ismerősökkel, akár motorozni egyet közben és megpihenni a közelben. Ha jól tudom, van kettő ilyen étteremféleség is a tó körül. Egyik az egyik felén, másik a másik felén. Körbe is lehet biciózni, ha emlékszem. Úgyhogy fasz a kis hely. Elég sok minden történt így mostanában velem amúgy, ezért is voltak ritkábban videók. De most már elvileg lesznek rendszeresen, sűrűbben. Motorváltás előtt is állok, szóval fogalmam sincs, hogy milyen motor lesz a következő aduász. Itt van egy szép hegyoldal, jobb oldalt, nem tudom mennyire látni a kamerán. Sajnos most csak a mellkasomra van felszerelve a kamera, mert még nem érkeztek meg ehhez az új GoPro-hoz a kellékek, amelyekkel fel tudom szerelni a sisakra. Nálunk meg sajnos nagyon drágák ezek a kis alkatrészek, szóval megér inkább Kínából lerendelni pár centért, pár euróért, mint hogy itt kifizetni érte 20-30 eurót is akár, csak azért, hogy fel tudjam rakni a sisak oldalára. Ma amúgy egész meleg volt, 26-27 fok, de itt a Kárpátokban azért lehet érezni a hűvösebb időjárást. A mobilom még 6 percet ír a érkezésre, úgyhogy még addig lehet dumálni nyugodtan. Tele van motorosokkal is a hely, meg kodosokkal, rengeteg ember kodon is közlekedik errefele, hát gondolom sokkal jobb, mint a kocsi. Sokkal jobban szellőzik is, meg élvezetesebb vele menni. Én simán kipróbálnák egy nagyobb kodot, biztosan nagyon jó élmény utoljára. Talán valami kis 105-ös kodot vezettem még kiskoromban. Engetek a motoros gyűl, már újabb azt a... Mindenki csak úgy integet. Vízálló Tokyo is amúgy most érkezett meg, főleg azért is nem tudtam vele videózni így motoron, mert nem tudtam, hogy felszerelni. Felni fel tudtam volna szerelni, csak féltettem, hogy elszáll maga a kamera. Vagy ha egy isten leesik, akkor az bizony darabokra törve végezte volna. Így, hogy pedig rajta van már maga a vízállótok, a protektoros, így nem kell félni, hogy valami gond is lenne vele, még elszáll, akkor sem. Sajnos az utak nem a legjobbak errefele sem, tele van gödrökkel, mélyedésekkel. Tényleg nem is mondtam, hogy jöttem errefele, Trösztyén fele. Valami háromszor meg kellett fordulnom, mert mindenütt az utakat újították fel. Úgyhogy katasztrófa, hogy mi van errefele, minden csak újítanak, és majdnem minden le volt zárva.
három kisebb faluba is be kellett mennem, mind a három faluban le volt zárva az út, szóval háromszor is meg kellett fordulnom, és negyedszerre sikerült egy jobb útvonal találnom, amit beraktam a mobilomba, és most már annak a segítséggel fog oda menni. A mobil az elvileg jelzi az útrazárásokat is, úgyhogy érdemes inkább mobil segítséggel jönni, ha ti is jöttök errefele. Maga a tájom nagyon szép, errefele motoroztok nálunk Szlovákián, itt a Kiskárpátokban, akkor érdemes körbenézni. Több helyre is el lehet itt látogatni. Vannak barlangok, várok, kastélyok, romok, szóval mindenfélét meg lehet itt találni a Kiskárpátokban. Akár eljöttök egy hétre is kirándulni, akkor is simán valamit csinálni. Minden nap megnézni más és más dolgot. Ott van a tó, bal oldalamon. Már lehet látni szépen innen. Oldalra nézek. Kár, nem a fejemen van maga az akciók, amelyben akkor ti is látnátok. Kíváncsi vagyok egyáltalán, jó lesz így a videó, hogy a melkasomra van felszerelve. Remélem, hogy élvezhető lesz maga a motorozás is így. Nagyon nem akarok itt előszködni, mert eléggé rosszul lehet belátni a kanyar után az utat, és bármi szembe jöhet nekem. Érdemes inkább odafigyelni, nem akarok még guboncot érkezés előtt. Itt is vagyunk, amúgy már lehet látni. Itt van a tó előttem. Itt, ha jól tudom, valahol balra kellene letérni. Talán itt, ha jól emlékszem. Nem ittem. Talán akkor még előbbre van egy kicsit. Habár a mobil is azt mutatja, hogy előbbre le lehet térni. Lecsekkoljuk akkor. Újság van, ti már motoroztok amúgy, ki az, aki esetleg vett motort az elmúlt időben, időszakban, vagy ki tervez közületek motort vásárolni, az is érdekelne. Na, és itt kell lemenni elvileg. Úgyhogy itt azért elég combos lejtő van. Hú, de szép azért, nem is emlékeztem, hogy ennyire szép volt ez a hely. Na, valahova lerakjuk a mocit. De oldalra. Hú, van itt egy motoros banda. Szerintem bevágódok ezek. Hogy ide melléjük bejövök. Ídni. Na. Itt is hagyhatjuk, és akkor találkozunk majd a tónál. Itt van ilyen kis parkoló, ahogy látjátok. És ott szépen be lehet sétálni a tóhoz. Na itt is vagyunk a víznél. Most pont szerintem ilyen vagy halászverseny van, vagy pedig nagyon szeretnek erre fel az emberek halászni, mert rengetegen eljöttek ide, és mindenki pecázik, halászik itt a tónál. Meg is fordítom a kamerát, megmutatom nektek. Láthatjátok, ott tele van a part emberekkel, és le vannak rakva a halászbotok is. Úgyhogy szépen csillelnek az emberek errefele. Nagyon sokan sátrat is vertek. Csónakokkal van tele maga a part. És így faszán néz ki. Ott amúgy, másik felén a tónak, ott van egy étterem. Ott lehet kajálni. És itt is lehet konkrétan kajálni itt felül, hogyha felmentek, ahol leparkoltam. Láthattátok ti is, itt is van egy kisebb étterem. Szóval itt is tudtok kajálni. Aztán néz ki az egész, nagyon csendes az egész hely. Körbe-körbe hegyek, dombok. Úgyhogy nagyon jó kis hely. Szeretitek az ilyen területeket, akkor érdemes ellátogatnotok nektek is errefele. Lejöttem egyből ide a víz mellé. Nagyon érdekesen néz ki az egész.
szerintem ez így ki van betonozva így körbe, teljesen maga egész tó széle. Megnézzétek, akkor látjátok, ilyen lépcsőszerűen van megcsinálva, így körbe-körbe az egész tó. Ott, ha jól látom, akkor van egy ilyen vízszabályzó is azon a részen. Szóval ott tuti van valami esése az egész víznek. Nagyon csendes az egész tó. Tényleg, tényleg itt már csak a madaraknak, meg az állatok hangját lehet hallani. Kb. Ennyi lett volna a mai kis laza motovlog. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!